Teljesen megtelt a Zentai Színház terme, ahol Szabadság szerelem címmel mutatták be azt a gálakoncertet, amelyet Huszka Jenő műveiből állított színpadra a magyarországi Rátonyi Róbert Színház. Rettenetesen tetszett, egy igazán hihetetlenül magyar nyelven színvonalas előadást láthattunk itt Zentán. Ez egy nagyon ritka esemény olyan szempontból, hogy tehát valóban egy olyan műfajú dolgot láthattunk, kaphattunk, amiért csak hálások lehetünk. A táncos és énekes betétekkel tűzdelt előadás egyik kulcsfigurája a magyar érdemkereszt tiszti keresztjével kitüntetett színművész Kis Zoltán volt. A magyar hungarikumnak az összetartó képessége, ami az a magyar közösségünket összetartja, az nagyon fontos. És Huszka volt az első tulajdonképpen, aki ezt bevállalta, és nagy szerencse, hogy itt lehetünk, és nagyon szépen köszönjük a meghívást. A szervező Zentai Turzó Lajos Művelődés és Oktatási Központ az idei Városnap alkalmával működött először együtt a Rátonyi Róbert Színházzal. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttük, amelynek bizonyítéka, hogy újra a városba látogattak a teátrum tagjai. Az operett műfaj a szórakoztató jellegű, sajátosan így van hungarikumnak tekinthető. Magyarország, illetve az osztrák-magyar monarchia az ős hazája, és rendkívül népszerű a német nyelv területen, ugyanakkor a kelet-európai térségekben is, különösen nálunk. A komoly, magas színvonalú művek mellett a szórakoztató műveket is el kell juttatni a közönséghez, hiszen ezzel tudjuk garantálni a megmaradását. Vallotta azt az est konferenciéja Straub Dezső színművész. Akik mondjuk megszokták az angol humort, és eljönnek egy vígjáték, egy magyar vígjátékra, akkor döbbenten rájönnek, hogy nézd, nagyon lehet röhögni, hiszen ez egy nagyon csodás műfaj, csak egy kicsit el van temetve. A Rátonyi Róbert Színház egyébként az egyetlen olyan magyar színházi társulat, amely egy egykori operett sztár nevét viseli. Rátonyi Róbert ugyanis a múlt század második felének egyik legkedveltebb operett színészet, táncos komikusa volt.